A Mi Hazánk mozgalom elfogadhatatlannak tartja, hogy a főváros és a 11. kerületi önkormányzat paktumának keretében itt a nyár leple és a nyaralások leple alatt, néhány nap alatt bővítik 1356 új parkolóhelyel a parkolási maffia eddigi területét. Olyan főutakat csatornáznak be, amelyekről korábban nem volt szó. És most egyfajta hivatalos bejelentésnek kellene tekintsük azt, hogy Filctollal felfirkálták ezekre az új felállított automatákra, hogy augusztus 1-től számítsunk rá, hogy a parkolási maffia területe bővül. Sokan úgy fognak hazaérkezni nyaralásukból, hogy az itt hagyott gépjárműket esetleg már meg is bírságolták. Elfogadhatatlan az, hogy például a 11. kerületi önkormányzat Fidesz szócsővé minősített Újbuda újságjában, vagy az Újbuda honlapon sem olvashattunk erről. A Fidesz propaganda és a kormány propaganda hírei közt elveszett az a korábbi bejelentés is, miszerint majd a nyár végén tervezik ezt a fajta bővítést. Kiderült azonban, hogy nem nyár végéről, hanem már augusztus 1-éről szó van. Ez elfogadhatatlan, hiszen ez nem csak a lakás, nem csak a gépjármű használatot, hanem magát a lakás használatot is jelentős mértékben korlátozza. Este 6 óra előtt például vendéget sem tudunk korlátozások nélkül fogadni, de az albérlőket is külön említhetnénk, akik különösen nehéz helyzetbe kerülnek, hiszen ők nekik alapvetően nem jár az ingyenes gépkocsi használat, még a környező utcákban sem, nem beszélve arról, hogy az egész parkolási rendszer jelenleg a röközkötés egyfajta új modernkori eszköze, hiszen például a néhány utcára lévő Fehérvári úti rendelőintézetben már nem lehet elmenni gépjárművel ingyenesen parkolva mellette, hiszen a Fehérvári út, a Bartók Béla út, a Villányi út, a Bocskai út jelentős részét is fizetőssé teszik, a teljes műegyetem rakpartot, tehát olyan komoly méretű változás ez, amit normális esetben meg kellett volna erőzzön egyfajta társadalmi vita, de semmiképp sem elfogadható az, hogy hivatalos bejelentésnek kellene talán tekintsük ezeket a Filctollas feliratokat. Ezért a Mi Hazánk mozgalom kész akár a polgári engedetlenség eszközével is hatástalanítani ezeket a készülékeket, hogyha augusztus 1-től valóban életbe lép itt a fizetős parkolás, hiszen elfogadhatatlan. Különösen az, hogy az önkormányzati választások előtt az utolsó pillanatban a hatalmukkal visszaélve ilyen cikluson átívelő szabályozást hoznak, miközben eddig nem volt itt olyan mértékű probléma, amilyen lesz ezután, hogy nem lehet itt sem ingyenesen várakozni. Ráadásul veszteségessé nyilvánították az egész parkolási rendszert, például itt a 11. kerületben is. A hivatalos kimutatások szerint látható, hogy a tavalyi évben nem volt elég a 650 millió forintnál is nagyobb bevétele a parkolási rendszernek, hanem még ezen kívül is 100 millió forintnál is több közpénzt kellett az adófizetők pénzéből az önkormányzatnak betennie a parkolási maffia cég rendszerének, maffia hálózatának a zsebébe. Ennek véget fog vetni a Mi Hazánk mozgalom. Bízunk benne, hogy az önkormányzati választásokon is tudunk olyan fordulatot hozni a mi éppen is az FKGP-vel együtt alkotott nemzeti összefogásunk keretében a parkolási maffiának hadat üzenve, hogy reményeink szerint már most augusztus 1-től valójában nem léptetik életbe a parkolási rendszer bővítését ilyen komoly méretben, 1356 új parkolóhely, illetve hát régi parkolóhely fizetőssé tételével, de legkésőbb az önkormányzati választásokon el kell számoltatni visszamenőlegesen is a parkolási maffiát. Normális esetben az önkormányzatokat törvény is kötelezi a lakosságot megillető parkolóhelyek kiépítésére, ezért is volna szükség a fizetőssé tétel bővítése helyett inkább parkolóhelyek építésére, és különösen elfogadhatatlan az, hogy például az M0-ás fizetőssé tételével is a kormányzat az elmúlt években inkább betereli Budapestre azt a forgalmat, amelyet normális esetben a város szélén kellene parkolóhelyekkel csökkenteni. Éppen ezért vagyunk készek arra, én magam személyesen is, hogy a polgári engedetlenség eszközével élve hatástalanítsuk ezeket a legújabban szerte a főváros útjain, és különösen itt a 11. kerületben most épített parkoló automatákat. Köszönöm szépen a figyelmet!